Milyen gondozásra van szüksége a kutyának ivartanítás után, mennyi idő alatt gyógyul meg? Az ivartanítás ugye a nőstény állatoknál egy hasűri beavatkozás, ennek következtében azért egy hasűri műtét tehát kell elképzeljünk magunk előtt amit hát védeni kell a sebet, természetesen néhány napig fájdalomcsillapító és néhány napig antibiotikumadása is indokolt, annak érdekében, hogy szövődménymentesen és szépen gyógyuljon ki, hogy a sebgyógyulással sem legyen, sem, se legyen semmilyen zavar, tehát per legyen a sebgyógyulás, és 10-12 nappal a műtét után gond nélkül a varatokat eltávolítva, hát összes dolgot ezzel kapcsolatosan lezártnak tekintsük, az ivartanítással kapcsolatos ezt teendőt lezártnak tekintessük. A gondozás kifejezetten az első két-három napban szükséges jobban, ilyenkor az állatnak a fájdalomcsillapító ellenére azért lehetnek kisebb mértékű hasi fájdalmai, hiszen hasi sebet, egy hasfalat átmetsző sebet kellett készíteni az ivartajtáshoz. Ez fájdalommal járhat, és a, seb, a sebgyógyulásnak a beindulása, különösen a hashártyának a sebgyógyulásának a beindulása, az ö, némi mi fájdalmat valóban okozhat. Ezért is adjuk egy a fájdalomcsillapítót, hogy az áthidaljuk ezt az a átmeneti fájdalmas időszakot. Ilyen gondozást e, ilyenkor egy picit jobban oda kell figyelni az etetésére, inkább pépes étrendet adjunk neki, e, hogy a, a, az a bélsár, ami ebből majd képződni fog, ne legyen túl kemény, hiszen a hasprés, ami az ürítéssel kapcsolatosan szükséges, az fájdalmas lehet ebben az időszakban, ebben a rövid posztoperatív időszakban, tehát ilyen gondozás valóban szükséges, és hát figyelni kell a sebre is, mert hiszen azért előfordul, hogy a, azt a gallért, amit fölhelyeztünk rá, a kutya ügyesen, a, mondjuk a maga szempontjából ügyesen, valóban vakarásra használja, a gallérnek a szélét vakarásra használja, vagy esetleg le tudja szedni, és ilyenkor aztán gyorsan vissza kell tenni. Ezért is van, hogy a... A gallérok között most talán egy újabb forma az, ami divat válik. A felfújható gallérok azok talán kevésbé leszedhetők a kutya szempontjából, nehezebben leszedhetők, és hát a, a széle nem olyan éles, mint a normál, hagyományos gallérnak, ennek következtében a seb széleit, vagy a sebet magát nem tudja vele vakarni az állat, tehát ebben is van némi fejlődés. Én azt gondolom, hogy az ivartanítás különösebb gondozást, főleg kankutyánál nem igazán igényel.